Lájkold te is a Sziget Kösport Facebook oldalát. A Madersza Moson-Magyaróvár hétközi bajnoki mérkőzésen a Budaörs gárdáját fogadta az UFM arénában. 3-1-el indított a vendégcsapat, de pillanatok alatt fordított az MKC, és a 6. percben már 4-3-ra vezetett. Gyurka János együttese őrizte az előnyét, de a Budaörs tapadt a hazaiakra. Aztán 9-6-os óvári vezetés után a vendégek 10-10-nél egyenlítettek. Hadfi Gréta beállása jót tett a Moson-Magyaróvárnak, emellett Tóth Eszter és Pásztor Noémi is gólerősen játszott. A félidő hajráját megnyomta az MKC, így a szünetben 4-jel 18-14-re vezetett. A második félidőben is folytatódott az óvári dominancia. Az összesen 7 gólig jutó Strandik Zsófia találatainak is köszönhetően 25-17-re elhúzott a hazai együttes. A Budaörs mindent megtett a felzárkózás érdekében, és Budai Dániel együttese csökkentette is a hátrányát. A hajrában már csak 3 gól volt közte, de a hazai siker nem forgott veszélyben. A Madersza Moson-Magyaróvár végül 36-33-ra győzött, ezzel szezonbéli 18. sikerét könyvelhette el. Az MKC február 10-én a norvég Szólát fogadja az UFM arénában. Sziget Kösport.